A kormány az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója méltó megemlékezése érdekében a 2016-os évet a forradalom emlékévévé nyilvánította. Kalocsaváros is többnapos rendezvénysorozattal készül, így péntektől vasárnapig több izgalmas programon vehetünk részt. Az ünnepségek péntek délután kezdődnek egy rajzpályázatból rendezett kiállítás megnyitójával. A háromnapos rendezvénysorozatra meghívtuk testvérvárosunknak, Kulának a diákjait, akik részt vesznek velünk a megemlékezéseken, és előzetesen pedig hirdettünk a kulai és a kalocsai, kalocsa környéki diákok számára egy rajzversenyt, két kategóriában, alsó tagozatosoknak és felső tagozatosoknak is, az Én 56-om, illetve az Én hősöm a forradalomban címmel. A pénteki napon megtekinthetünk egy színdarabot is a budapesti Nevesincs Színház előadásában, Emlékpróba 1956 címmel a Városi Színházban. A programok 22-én tovább folytatódnak. A Művelődési Központ Sétáló utcai épületének a nagy termében, tehát az emeleti teremben egy filmbemutatót tekinthetnek meg, illetve egy filmet, mégpedig Forradalom kalocsán, vagy Tömeg a börtön előtt címmel. Aki a filmvetítésre nem jutna el, az pénteken este 6 órától egy különleges sétára várják a szervezők. A Székesegyháztól egészen az 56-osok teréig egy fáklyás felvonulás történik. Október 23-án 11 órától pedig a hagyományoké a főszerep. Ünnepi megemlékezése és koszorúzásra várnak mindenkit a börtön sarkán található emlékműhöz. Érdemes kilátogatni, hiszen itt kerül sor a rajzversenydíjainak az átadására is. Az összes program ingyenesen látogatható. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.